Ez a jelenleg még murvás szervizút, aszfaltot kap a közeljövőben. A városrész fejlesztési elképzelésében ugyanis szerepel ez a korszerűsítés. A Borik út az elmúlt évtizedekben leromlott állapotba került, ezért ennek restaurálása és esetleg új helyre költöztetése is szerepel a tervek között. Ami biztos, hogy a Fecskeparti temetőben rabatalozót építenek, ami teljes egészében jövőre fejeződik be. Több képviselői cikluson is áthidaló ígéret volt, amit szeretnék megvalósítani, az mindenképpen a Fecskeparti temető ravatalozójának megépítése. 13-as évben szerkezetkészséget szeretnék elérni, a 14-ben pedig azokkal a kiegészítő szépítő elemekkel szeretném ellátni a ravatalozó építményét, amely szükséges ahhoz, hogy aztán majd a szeretteinktől megfelelő méltósággal tudjunk elbúcsúzni. Intézményfelújítások is lesznek idén Felsővárosban. Az óvoda 200-300 ezer forintot fordíthat fejlesztésre, támogatást kap a Kríziskezelő Központ, az iskolában pedig ebben az esztendőben elkészül a műfüves futballpálya, amit nem csak a diákok, hanem az egész közösség használhat majd. A körzetben élők mindezek mellett út és járda felújításra is számíthatnak idén. Ezen a járda szakaszon egy kicsit nehézkes a közlekedés, sok a hepehupa, de a közeljövőben ez a probléma megoldódhat, hiszen a városrész fejlesztési tervében szerepel a járda korszerűsítése, így a beruházással a Körösi Jenő által alapított kő- és téglamúzeum könnyedén megközelíthetővé válik. A Tompa Mihály utcába évek óta tervezik, hogy forgalomlassítókat építenek. Az itt élők között azonban erről megoszlanak a vélemények. Ezért az önkormányzati képviselő még ebben a hónapban lakossági fórumot szervez. Itt döntenek majd arról, legyen az utcában fekvő rendőr.